Újabb útfelújítás kezdődött Kecskeméten, a munkálatok a Nyíri út folytatásában, a 3. Béla és a Károly Róbert körutak körforgalmi csomópontja és a széles köz közötti szakaszon folynak. A felújítás alatt a teljes útszakasz lezárták, de az ott lakók bejutását biztosítják. A kivitelező arról adott tájékoztatást, hogy a munkavégzés várhatóan 8-10 munkanapig tart majd. A kivitelező a munkálatok idejére a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét kéri. Várhatóan decemberig elkészül a Nyíri út folytatásának, a széles köz és a 445-ös számú főút közötti szakaszának felújítása és szélesítése is. Amint egy 1,6 kilométeres szakasz fejlesztésére az önkormányzat 244 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert. A Nyíri út korszerűsítése után a Mária hegyen keresztül futó út 6 méter széles lesz, emellett a csapadékvíz elvezetés megoldása is a tervek között szerepel.